Érkeznek a munkagépek, javában zajlanak a munkafolyamatok. Folyamatban az Árpád utca, a József Attila és az Újvárosi utca közötti útszakaszának aszfaltozása. A beruházásról, illetve a munkafolyamatokról Halangi Sándor adott tájékoztatást. A Árpád utca felújítása kezdődött el, hogy azt már a lakosság tapasztalhatta. Mai napon, illetve holnapi napon, csütörtök és pénteki napon az aszfaltozási munkálatokat végzi az első réteggel a kivitelező. Jövő hét csütörtök pénteken szintén erre lehet számolni, amikor a második réteg aszfalt kerül rá az útszakaszra, illetve ezzel párhuzamosan majd az aknafedlapokat is szintbe fogják helyezni. Ezért szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy aki teheti, kerülje ezt a szakaszt ebben az időszakban. Egyébként is balesetveszélyesebb, mint ahogy az normál esetben szokott lenni. Ez egyébként egy 470 méter hosszú útszakasz. A József Attila utcai elágazástól az Árpád utcai kanyarig kerül felújításra ez az út. Ennek a bekerülési értéke bruttó 58 millió forint. Ugyanebben az időszakban zajlanak a munkafolyamatok az Újvárosi, valamint a Hajdúkerület utcán is. Újváros és Hajdúkerület utca, ez egy topos pályázatnak a része, amit zöldvárosként szoktunk emlegetni. Ennek a projektnek egyébként már több eleme korábban megvalósult, 5 park felújítása, illetve megépítése valósult meg ebben a pályázatban, illetve energetikai korszerűsítés része is van ennek a pályázatnak. A munkaterületet átadtuk a kivitelező részére. A Hajdúkerület utca járda és útszakasza teljesen meg fog újulni, illetve fásítás, növények telepítése fog történni ezen a területen. Szintén ehhez a területhez, ehhez a projekthez tartozik a áruház mögötti parkolónak a megújítása, ami évek óta sajnos nagyon rossz állapotban van. Ez teljesen új burkolatot és csapadékvíz elvezetést fog kapni, illetve ott a zöld felület megújítására is sor kerül. Az Újvárosi utca Árpád utcai kanyartól a művelődési központig terjedő szakasza szintén megújul, a járda részek is térkövezve lesz az út is, valamint csapadékvíz elvezetése is megtörténik. Jelenleg a területen több kivitelező cég is dolgozik. A Magyar Telekom végzi a saját kábelének a kiváltását, illetve a Tigáz is elkezdte annak a szakasznak a kiváltását, amit már nagyjából 8-10 éve terveznek. Szeretnénk, hogyha az Újvárosi utcai szakasz, az az iskola kezdésre elkészülne, bár tudom, hogy nagyon rövid az idő, de a kivitelező mindent elkövet ennek érdekében. Egyébként ennek a projektnek a megvalósítási határideje az ez év november közepe vége körül van. Az útépítési munkák idejére a lakosság türelmét és együttműködését kérik.